Életmentő szülők. Mit tegyünk, amíg megérkezik a gyermekrohamkocsi? Fagyálló etilén-glikol okozta mérgezések. Életveszélyes az etilén-glikol okozta mérgezés is. Háztartási, illetve ipari vegyszerek tartalmazzák, például szélvédő mosófolyadék, fagyálló hűtőfolyadék. Ha a gyermek ilyet ivott, haladéktalanul hívj mentőt. Ne feledd, tömény fagyállóból néhány milliliter már veszélyes, néhány korgy már akár halálos mérgezést is okoz. Előzd meg a mérgezést. Ezeket a vegyszereket mindig olyan helyen tárold, ahol a gyermek biztosan nem férhet hozzá. Szélvédő mosó folyadékot, hűtő folyadékot sose tárolj az autó utasterében. Sose töltsd ezeket üdítős üvegekbe sem. Halálos mérgezést előzhetsz meg így. Mérgező növények. Gyakran előforduló probléma, hogy a kisgyermekek különböző növények levelét, bogyóját megrágcsálják. Ezért néhány a közvetlen környezetünkben gyakran előforduló, potenciálisan mérgező növényt ismerned kell. A legénypálma, a buzogányvirág, az anyós nyelv, nyálkahártya irritációt, fájdalmat, duzzanatot okoz, ha a gyermek megrágcsálja. A tünetek gyorsan, 1-2 perc alatt kialakulnak. Ha ennyi idő alatt nem észlelsz tünetet, akkor megnyugodhatsz, komoly baj biztosan nincs. A gyöngyvirág élénk piros bogyói miatt nagyon kívánatos a gyermekek számára. Hasmenést, hányást, kábultságot, szívritmus zavart okozhat. Lenyelésekor minden esetben kórházi megfigyelés szükséges. A tiszafa nyár végén és ősszel érő piros bogyói sok gyermek érdeklődését felkeltik. Szerencsére a bogyó piros húsa nem mérgező. A növény többi része, a tűlevél, a kéreg viszont nagyon veszélyes lehet, émelygést, hányást, szédülést, súlyos esetben szívritmus zavart, vérnyomás esést okoz. Kivételes esetben akár halált is okozhat. Ha a gyermek a piros bogyó húsán kívül bármelyik növényi részből evett, feltétlenül kórházi megfigyelésre szorul. Az aranyeső minden része, különösen a virágja, a magja és fiatal kérge mérgező. Gyermekeknél akár 2-3 mag vagy virág elfogyasztása is hányást, hasmenést okoz. Ennél nagyobb adagban a verejtékezést, görcsöket és izgatottságot is kiváltó hatóanyaga akár légzésbénulást is okozhat. Fentieken túl ritkábban ugyan, de változó súlyosságú és igen változatos mérgezéses tüneteket okozhat jó néhány hazánkban is előforduló növény. Bizonytalanság esetén kérj telefonos segítséget. Ha ismeretlen növény elfogyasztása miatt kórházba kell vinni a gyermeket, feltétlenül vigyél mintát. Ne feledd a következőket. Ha biztosan mérgező anyagból, gyógyszerből fogyasztott a gyermek, vagy mérgezésre utaló tünete van, ne késlekedj, hívj mentőt, vagy vidd haladéktalanul a legközelebbi gyermeksürgősségi ellátóhelyre. Ha a gyermek potenciálisan mérgező vagy ismeretlen anyagot evett, de csak pici vagy ismeretlen mennyiségben, akkor ne es pánikba, telefonálj, kérj tanácsot a házi gyermekorvostól, a gyermekügyeleten, a legközelebbi gyermeksürgősségi osztályon. Ha bizonytalan vagy, akkor vidd a gyermekedet kórházba. Mindig vidd magaddal a kórházba a mérgezést okozó anyag dobozát, flakonját, vagy mintát a megkóstolt növényből és megevett ismeretlen anyagból. A mérgezések többsége megelőzhető. Ennek legegyszerűbb módja, ha ismered, hogy a környezetedben fellelhető anyagok közül melyek ártalmatlanok, és melyek jelentenek komoly veszélyt, és otthonodat úgy alakítod ki, hogy a véletlen mérgezések esélye minimálisra csökkenjen. Készült a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítvány megbízásából. Kérjük adója 1%-ának felajánlásával segítse munkánkat. Az oktatófilm sorozatot támogatta a Magyar Fejlesztési Bank.